Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Ma Hét Média Család közéleti magazin műsorát, a Szóbeszédet látják. Vendégünk főtiszteletű Erdélyi Géza emeritus püspök, aki sokoldalú közösségépítő szolgálatáért még 2018-ban megkapta a Magyar Örökség díjat. Egy személyben lelkész és művészettörténész, egyetemi tanár és közíró. Református lelkészi hivatása mellett kiemelten fontos könyvírói tevékenysége, legutóbb Magyar Sors Csehszlovákiában című kötete jelent meg. Ez adja mai beszélgetésünk apropóját. Üdvözlöm, püspök úr, áldás békesség! Istennek dicsőség, szeretettel köszöntök mindenkit! Ön ugye a kelet-szlovákiai Abarán született, és gimnáziumi tanulmányait Komáromban végezte, majd teológiai tanulmányait Prágában 1958-ban, később 75-ben szintén Prágában művészettörténeti diplomát szerzett, és lelkészként több gömöri településen szolgált, Szalócon, Rozsnyón, Hamván, Rimaszombatban, és 1996 és 2009 között két ciklusban is a szlovákiai református keresztjén egyház püspöki tisztségét töltötte be. És igazából egyik legnagyobb érdeme a püspök úrnak az, hogy a gömöri reformátusság az a II. Világháború után, bár kissé megfogyatkozva, de a kibe és áttelepítések ellenére, illetve a kommunista évtizedeket túlélve megmaradt. Na most én ezeket a helyszíneket és ezeket a megállókat tudatosan említettem, hiszen valamennyi visszaköszön a Magyar Sors Csehszlovákiában című kötetben. Ezek általában emlékek, visszaemlékezések, történelmi összefüggések vagy magyarázatok így jelennek meg a kötetben, a csehszlovákiai magyarság momentumai. Igazából erről szól az alcím is, Momentumok mementója a felvidék örököseinek. Miért érezte úgy, hogy ezt össze kell foglalni? Valóban, Gömörbe éltem le az életem immár nagyobb részét, ott is szolgáltam a legtöbbet. És hogy mi kényszerített a leírásokra? Hát köztudott, hogy a sorsunkat nem magunk kovácsoltuk. Nem jókedvünkből vagyunk olyan helyzetbe, amilyenekbe vagyunk. Akaratom ellenére kerültem Gömörbe, Gömör megyébe. Én dolgozni akartam, amint mondtam, és megálmodtam magamnak egy nagy gyülekezetet, ahol sokat lehet dolgozni, az ifjúsággal külön is. Nos, a legmagasabb helyen másként tervezett az Úr, szembe kellett néznem ezzel a ténnyel. Gömör meglehetősen lepusztult állapotban volt, sajnos még ma is inkább ez jellemző rá. Gömör sínylette meg az én ismereteim szerint leginkább ezt az embertelen módon is elvégzett, nem csak elképzelt, hanem elvégzett szörnyűséget megfelezni, a lakosságot összekeverni vallásilag, nemzetiségileg. Egészen másként hat, mondjuk egy 4-500 lelkes gömöri faluból, ha kitelepítenek 200-at vagy 300-at, azzal már nem is olyan nagy táblatokba számolva ellehetetlenítik, mert kisebbséggé válik az őslakos, őshonos magyarság. Igen, ezekről a tényekről említést tesz a kötetben is. Mi több? Az első 100 oldal igazából a történelem bélyegeiről szól. Melyek ezek a lenyomatok, ezek a jelek, amik megmaradtak? Ha össze kell foglalni, akkor azt mondanám először is, hogy a jövőt elbizonytalanították ezáltal, és jól átgondoltan tették, és nem tudjuk miért tették, azaz sejtjük. De nem volt oka. Mi nem adtunk okot erre a bánásmódra, hiszen ez olyan volt, mint egy hosszú távon, ha valaki elsorvad. Elsorvasztása volt a
a terv a közösségünknek. Ezt ki kell mondani, gyűlölet nélkül kell kimondani, egyszerűen ez tény, bármennyire is szomorú. Nos, ha én nem akartam Gömörbe lenni, akkor első oka az volt, hogy nem láttam a tervemnek a lehetőségét, hogy sokakkal dolgozni, nagy gyülekezetbe végezni a lelkipásztori munkát. Be kellett láttam később, hogy nem jól gondoltam el, mert a legnagyobb szükség ott volt mégiscsak, ahova az Úristen helyezett engem akaratom ellenére. Ha például a lakosságcserét veszem elsősorban figyelembe, akkor egyszerűen az történt, hogy a hajdan magyar vidékekre települt szükséghelyzetből túlszaporodás volt Észak-Szlovákiában, és kenyérkérdéssé vált, megélhetési problémák adódtak, betelepültek a magyar vidékekre. A magyar mindig befogadó volt. Ha valaki nem így beszél, akkor mondjuk ki nyíltan, akkor hazudik, és tudatosan hazudik. Azért nem minden magyarba tudatosult, hogy hát itt az életünkről, a megmaradásunkról van igazából szó. Tehát terveket kellett volna kidolgozni, a megmaradás tervét, nagyobb hovatartozási tudatra kellett volna szert tenni. Az, hogy ha te szlovák vagy, vagy lengyel, vagy cseh vagy, vagy akármilyen más, légy az, de légy tisztességes. Én magyar vagyok, és igyekszem tisztességes lenni, és nem viszem vásárra a bőrömet. Mert én ez vagyok, őseim is ezek voltak, én az akarok maradni továbbra is. Na ez mind ellehetetlenült, és kilódás lett a vége. Vagy vegyük a deportációt, a szudéta vidékekre, onnan elűzték a németeket, és ott maradtak ugye az üres falvak, városok, városrészek. Hát oda telepítették a felvidéki magyarságot elsősorban. Az nem volt a hazánk sohase. Nekünk itt van a hazánk, a szülőföldünkön. Csak hogy olyan helyzetbe hoztak, hogy még kimondani is fájdalmas, a szülőföldünkön hazát keresünk. Hogyan érintette mindez? Tehát a történelem viharai az egyházi közösséget, tehát a református közösséget. Megbomlottak, mert nagyon meg voltak félemlítve. Hiszen gondoljuk el, néhány éven belül, ahogy a deportáció és a kitelepítés lefolyt, mondjuk a deportációból sokan visszajöttek, a többség visszajött, igen ám, de nem a saját házában, mert ott már lakók voltak. Tehát ott is újra kellett mindent kezdeni. Egyik napról a másikra, hát nem voltunk felkészülve, hát én nem tudtam például szlovákul, miért kellett volna tudnom, amikor az én szülőfalumban nem volt egyetlen szlovák sem. Eszünkbe se jutott, nekünk ez nem volt probléma. Igen ám, de amikor megszüntették, és rafináltan szüntették meg, mert mindenütt megszűnt a magyar községekben például, ugye az iskola, az egész országban megszüntették. És akkor, hogyha ezt a sok viszontagságot nézzük, akkor igazából tudatosítanunk kell azt, hogy a 90-es évek elején, vagy a 90-es évek második felében önnek püspökként gyakorlatilag egy szétzivált egyházkerületet kellett újjáépítenie, hiszen gyülekezeti birtokokat kellett visszaperelni, iskolákat, templomokat megújítani, és az elárvult parókiákat kellett újra lelkészekkel megtölteni. És akkor még emellett volt ott, hogy iskolákat alapítottak, menházakat alapítottak, és az egész egyház alkotmány és az új egyházi törvények sokaságát is meg kellett alkotni. Ha erre most visszaemlékezik, visszagondol, emberpróbáló feladat volt mindez? Nagyon, de még visszatérek a kérdéshez, mert az élet kényszere hozta ki belőlem ezt a könyvet is. Ugyanis nem elegendő egyszer, tízszer, néha százszor sem elegendő elmondani a tényeket és az igazságot, mert együtt kell mondani. Elszállnak a szavak. Le kell írni.
Tehát ez dolgozott bennem. Ugye sok esetben az emlékezés, vagy a saját tapasztalatok, a megélt dolgok köszönnek vissza a kötetben is, de emellett több szakirodalmi forrással is dolgozik Püspök úr. Ezt milyen megfontolásból teszi? Talán azért, hogy más legyen a hangvétele? Hogy az olvasó ne érezze annyira személyesnek mégsem? Ha az ember egy adott helyzetben nem lát túl bizonyos határokon, és nem látja az összefüggéseket, akkor az okokat sem ismeri kellőképpen, és a nem kívánt okokat felszámolni sem képes, hanem úgy van, ahogy van, összecsapnak a hullámok a feje fölött, és mit csináljunk, hát ez a sorsunk, és akkor jön az elbizonytalanodásból az, hogy úgyis mindegy, és ez egy abszolút beteg felfogás, ez egy forrásokhoz kell visszatérni mindenben, minden vonatkozásban. Azért mondom így, mert nincs lehetőség felsorolni. Írásos forrásokhoz, beszélgetésekhez, tehát az élő szó is szolgálhat forrásként, különösen az idősekkel való beszélgetést. A kötet 6 részből áll, amelyek egymással történelmi összefüggésben vannak. Erdély Géza egyedi szemléletmódját Rákos Lóránd szerkesztésében olvashatja a kedves olvasó. Főtiszteltő dr. Erdély Géza emeritus püspök úrnak a elmúlt esztendőben megjelent új könyve valóban egy olyan benyomást tett rám, amikor először csak az anyaghalmazt láttam és találkoztam vele, hogy ez egy óriási gazdagsággal, tartalmi gazdagsággal rendelkező műnek az a kezdőpontja. Valóban az a könyv, amit aztán most már a maga teljes egészében kézben foghatunk, egy műfaj és egy élettapasztalat egyesítő alkotás. Miért műfaj egyesítő alkotás? Azért, mert voltak éppen rengeteg írásos műfajt tartalmaz, egészen az elbeszéléstől, az igemagyarázaton át, voltak éppen a tanúbizonyságig, nagyon-nagyon gazdag kincsekkel rendelkezik ez az alkotás. Miért élettapasztalat gyűjtemény? Azért, mert voltak éppen csak egy olyan személy alkothatta meg ezt a művet, aki kellő identitástudattal, hittudattal, istentudattal és öntudattal rendelkezik. Mindannyiunk számára egy orientációt nyújt az a jövőhöz, életünknek a jövőbeli kialakításához. Erdély Géza püspök úr voltak éppen mindig is szívén viselte a magyar nemzet sorsát is, hát ugye felvidéki lévén leginkább a felvidéki magyarságnak a sorsát, és ez nagyon érezhető ezen a művön. És nem beszélve arról, hogy voltak éppen egy lelkipásztorról van szó, egy felelős egyházvezetőről van szó, akinek ezen irányban való elköteleződése nagyon élesen érzékelhető ezekben az írásokban. Ugye egy olyan korszak tartalmát gyűjti össze ez a könyv, amely hát sajnos ki kell mondanunk, de mint a magyar nemzet, mint az egyházzal szemben álló korszak volt, legalábbis hatalmi szinten. Püspök úr túlélte méghozzá helytállóan ezeket a kényeket, amit az akkori hatalom gyakorolt az egyház és a felvidéki magyarságra. És nagyon szépen rangsorolva, tartalmi szempontból is, és műfaj szempontjából is érzékelteti azt a helytálló erőt, amit ő ott tanúsított abban a korszakban. Nagyon fontos küldetést teljesít püspök úr könyvnek a megalkotásával, hiszen ha csak Mózes második könyvének a 17. fejezetére gondolunk, ott éppen a vége felé olvashatjuk azt, amikor Izrael népe, Isten választott népe az istentelen Amálek népével sikeresen harcot vívott, és végül azt mondja neki az Úristen, mármint Mózesnek, hogy jegyezd le ezeket a történéseket emlékezetül egy könyvbe. Hát ha ehhez hasonlíthatnám püspök úrnak ezen alkotását, akkor valóban püspök úr nagyon szépen lejegyezte azokat a történéseket, amik jövünk építéséhez szükségesek. Azért is, mert szükséges a történelmi tényeket nem csak a maguk tárgyilagosságával lejegyezni az utókor számára,
hanem az Isten hit szempontjából is. Hiszen hitünk szerint Isten a legfőbb igazság. Ezekből a momentumokból, amik számunkra a felvidéki magyaroknak nagyon fontosak, egy nagyon szép mementót alkot, írásos mementót alkot, és szinte szívünkre bízza azt, amit Juhász Gyula ugye nagyon szépen ír az egyik költeményében, hogy nem lehet felejteni nem soha azokat a dolgokat, amik itt felvidéken érte a magyar nemzetet. Bár a kötetben felsorolja ugye ezeket az igazságtalanságokat, de ezen kívül igazából javaslatokat is tesz a magyarság helyzetének megoldására, és ha megengedi, hogy idézzek, az egyik ilyen, amit ön a 16. századi reformáció komoly üzeneteként jegyez, hogy határozottabban és eredményesebben kell fellépni a keresztény és nemzeti érdekeink mellett. Ezt kifejteni, püspök úr, mire gondol? Ha nincs kellő határozottság, kellő megalapozottság, és nincs jövőkép az embernek, akkor bizony ki tudják sajátítani magát, az embert is, és az alkotásait is. Ami a miénk, amit őseink alkottak, az maradjon is meg a tudatunkban is szilárdan a sajátunknak. És emellett kell kiállni, még a nemzeti érdekek emellett mellett is. Ki kell állni. Ugyanúgy ki kell állni, most már átfogóan azt mondom, hogy a kereszténységünk mellett, mert a kereszténység mint olyan került most veszélybe. Régente is volt veszély, de az általában felekezeti jellegű volt, vagy kisebb nemzetek volt jellemző, ugye az elnyomatottság. Most egyetemesebb jelleggel, csúnya kifejezéssel mondhatnám azt is, hogy a valamikori helyi jellegű nagy gondok globalizálódtak. Többször fölteszi azt a kérdést is, illetve felvetés és feszegeti, hogy mi lehet vajon a magyar nemzet küldetése? Igen, ez egy nagy kérdés. Kénytelen vagyok egy-két mondatot előre bocsátani, és pedig azt, hogy minden embernek megvan a maga helye. Ezért megvan a rendeltetése is. Éppen úgy a nemzeteknek is megvan, a nagy közösségeknek is megvan a rendeltetése. Kutattam azt is, hogy nekünk mi a feladatunk, a nemzet közösségének. A történelem egyértelműen abba az irányba vitt el, az észrevételek, a tanúságok, a történések, hogy küzdelem volt a sorsunk, az életünk, mindig. Mi másokért is küzdöttünk, mások szabadságáért, akkor nem nehéz levezetni belőle, és nem hiszem, hogy tévedne, aki ezt megteszi, hogy a szabadság mindmáig, gondoljunk Petőfire, mindmáig a szabadsághoz minden erőnkkel ragaszkodunk. Tehát ez a legfőbb küldetés. Van más küldetés is. Nem itt ismerkedett meg a Kárpát-medencében a magyarság, az őseink nem itt ismerkedtek meg a kereszténységgel, hanem sokkal, de sokkal korábban. Az egyisten hit. Nekünk a vallási tudatunk, és én hozzáteszem most már, hogy mert több öntudattal lehet akkor kifejezni, a vallási hitbeli, egyisten hitbeli tudatunk, nem is tudom megnevezni, hogy milyen régi. És ez is egyik megtartó erőnk volt. Tehát ha meg kell nevezni azokat a vagy legalább közülük a legfontosabb tartó oszlopokat, hogy egy nemzet megmaradhasson és nemzetként gazdagítsa az emberiséget, nem egy nagy csalamádék keverékként, ahol már senki nem tudja, hogy hova is tartozik, és hol a helye, akkor tisztába kell tenni a jövő számára is. És már tegnap előtt el kellett volna kezdeni jelképesen szóval.
a nemzettudatunkat mindenféle gyűlölet nélküli nemzettudatot, és a hitbeli tudatunkat, mert ez a két legfontosabb tartóoszlopot, ezt én a történelemből tanultam meg, és nem volt idegen a számomra, mert a Biblia tanítása is ehhez vezet. Nagyon röviden tegyünk még említést arról, hogy a lelki érzékenységről is szól, szinte egy egész fejezet, ha nem tévedek, egy egész fejezet, és itt beszél a művészetről, az irodalomról, az épített örökségről a könyvben, hiszen ez is közel áll önhöz. Igen, nagyon, nagyon közel áll. Ez is talán valamilyen, nem is talán, valamilyen örökletes tulajdonságom. Van cseh, és van német, és van francia, és van magyar művészet. De ha van, akkor pedig a magyar lelket és gondolkodást fejezi ki. Hát ez egy roppant izgalmas kérdés. Hát én meg tudom csodálni, meg is csodálom a világ nagyjait, de hát nekünk is vannak világra szóló nagyjaink, és mások, mindegyik más, más. Egy stílus korszakban is van valami sajátosság benne, a magyar sajátosság is ott van, tehát kutatom, megnézem, mi az. Festészet, szobrászat, zene. Minek soroljam tovább, tehát különböző területeken, na megint csak soroljuk. Tehát ezek is igazából a magyar értékekhez az tartoznak. Mindig az érték után megy az ember, és azt meg senki ne kifogásolja, de talán nem is kifogásolják sokan, hogyha egyszer valaki ilyen vagy olyan nemzetiségű, akkor a saját nemzeti értékeit kutatja elsősorban, mert az fontos a számára. Abban a műben találja meg az önkifejeződését is. Én bízom benne, hogy eléggé felkeltettük a kedves nézőink figyelmét is a könyv olvasása iránt, és pont ezért a beszélgetésünk végére kanyarodjunk el egy kicsit ettől a könyvtől, de maradjunk Gömörben, konkrétan azokra az évekre gondolok most, amikor ön rozsnyói lelkipásztorként szolgált, hiszen ebben az időszakban volt lehetősége, arra fogalmazunk így, hogy az Betléri Andrássy kastély könyvtárának könyveit, megmaradt értékeit katalogizálja, rendezze. Aki járt már, vagy látta a Betléri kastélyt, és aki járt ebben az épített örökségben, az bizonyára tudja, hogy a könyvtár szoba az egyik legimpozánsabb helyisége ennek a kastélynak. Mintegy 15 ezer kötet van ott, ha nem tévedek. A kérdés az, hogy ez hogy történhetett meg, hogy ön református lelkészként a 70-es években, ha nem tévedek, összesen 13 évet, egy állami kulturális intézményben dolgozhatott. Tehát ez a mai felfogásom szerint, vagy a mai szemléletmódok szerint összeegyezhetetlennek tűnik. Attól függ, hogy milyen szempontból, milyen álláspontról indulunk és milyen szempontból vizsgáljuk. Ha azt mondom, hogy a feleségem kerítette nekem ezt az állást, akkor is igazat mondok, mert nem volt, aki feldolgozza, ugyanis ez egy soknyelvű könyvtár. Na most abban az időben soknyelvű szakmunkást találni, az nagyon bonyolult volt. Hát igaz, hogy a 12. és a 13. nyelv az csak egy, illetve néhány kötet, de a többiből azért szép számmal van, tehát hozzá kellett volna látni legkevesebb 5 szakembernek ahhoz, hogy ezt a könyvtárat fel tudja dolgozni. Na hát ez mind motivált engem. Azon kívül a lelkészi fizetés olyan volt, hogyha reggelre és vacsorára kiflit és tejet vajas kenyérrel ettünk, és normálisan ebédeltünk, akkor kb. 13-14 napra jutott volna a családnak megélhetési gondok. Úgyhogy másodállásban dolgoztam. Azt mondtam a feleségemnek, jó, nézz utána, és ha megfelel nekem, akkor szerződésbe foglalva kikötöm, hogy ez a munka, vállalom,
de nem hátráltathat engem az egyházi munkába. Tehát az azt jelenti, hogy ha 4 nap egymás után nekem temetést kell végeznem, akkor 4 napig nem leszek a könyvtárba. Ugyanakkor megcsinálom a normát, az már az én feladatom, hogy mikor és hogyan a megadott normának eleget teszek. Ezt szerződésbe lett véve, tehát hozzáláttam. Mi motiválta a legjobban? Hát én szerettem volna már 60-as évek végén doktorálni teológiából. Be is adtam a kérvényt, és 85-ben kaptam rá választ. Tehát a tudásszerzés. És azon kívül, hát akkor az Andrássyak, hát miniszterelnök, külügyminiszter, és láttam már a hihetetlenül gazdag kastélyt belülről, ismertem, és nem csak egy irányból volt, vagy nem csak könyvtár volt, hát a műtárgyak százával és nagy értékű dolgok. Még ott is segítettem a műtárgyak esetében. Tehát ez mind együtt véve egyszerűen odasodort engem, és elkezdtem ezt a munkát. Előkerült esetleg olyan a kutatás is a katalogizálás során, amire úgy nem számított, vagy nem várt? Persze. Olyan irat esetleg? Kerültek elő ilyenek. Hát például nálunk az ősnyomtatványokat 1500-ig számolják. Vannak államok, ahol 1525-ig vagy 1550-ig, de 1500 előtti nyomtatványok is, kiadványok is kerültek elő. Igaz, nem sok, ha jól emlékszem, akkor talán 4, de a későbbiek között is volt. Hát volt egy olyan eredeti Dürer munka, amiből Prágának van egy sértetlen és egy sértett példánya, Budapestnek hasonlóképpen a tudomásom szerint, és Betlérnek itt a térségben. Remélem, hogy ott is van a páncélszekrényben, hogy nem származtatták el, mert az a régiónak is kincse, és mi pedig külön, bennünket külön érzelmek fűznek a betléri kastélyhoz is, és az Andrássyakhoz. Így is mondtam el, én nem használtam, sokszor felkért az akkori igazgató, hogy tudósok jönnek a Pestről, az akadémiáról, vagy Prágából, hát a hivatalos szöveggel nem lehet fellépni. Mondd el, ahogy te megismerted, csak vigyázz, hogy mit mondasz. Magyar vonatkozású írat esetleg? Persze, hát a Gályarab perjegyzőkönyv példának okáért, amit a Habsburgik elsüllyesztettek a Gályarab prédikátorokról. A gyász évtized megörökítése 1670 és 80 között egész sor, sok tucat reformációs irodalom, vitairodalom például. A Fuggerektől vették meg az Andrássyak. Mert a Fuggereknek Kassán is volt birtokuk, és sok felé volt, hát az Európa szerte ismert óriási gazdag család volt. Rengeteg dologra felfigyelhetettem, például arra, hogy milyen fontos a könyvek dedikálása. Mert minden könyvnek megvan a maga sorsa. Habent sua fatali belli, mondták régen latinul. Például egy értékes könyv, kinyitottam, Szapári család egyik tagja, ajándék, másikba beleírva pontosan Csere, egy másik Benkhely, vagy más, a legfelsőbb osztályból való. Ezek mind történelmi összefüggések. Ezeket az élményeket összegezve igazából azt tudjuk mondani, hogy mai napig kincseket rejt a betléri kastély. Lezárásként, püspök úr, kérem ismertessük azt, hogy kinek ajánlja ezt a könyvet magyar sors Csehszlovákiában, kinek a figyelmébe ajánlja, illetve hol érhető el, hol vásárolható meg. Ezt minden magyarnak ajánlom. Alázattal mondom, minden nagy képűség nélkül, mert én is kíváncsi vagyok a székelyek sorsára, meg a délvidékiek sorsára, mondhatnám tovább. Feltételezem, hogy ők is kíváncsiak a mi sorsunkra. Tehát minden érdeklődőnek, minden értelmes embernek, aki tisztába akarja tenni a saját múltját, talál benne olyan motivumokat, ami
megerősíti ezt a szándékát. Azon kívül, hogy hol kapható, egyelőre nem is nagyon kapható, mert a könyvesboltok is zárva vannak. Ez egy magán kiadás. Könyvesboltokban is felajánlom, elsősorban itthon, de felajánlom Magyarországon is a könyvesboltokba. Felajánlom, ha érdeklődés van akár az egyházon belül, egyházi vezetőknek, hogy adják oda tovább, minél többen olvassák el. Én azt hiszem, hogy nem lesz ártalmukra, és egy kicsit gazdagítja majd őket is. Püspök úr, köszönöm szépen a beszélgetést! Hát nagy örömmel tettem, én köszönöm ezt a lehetőséget. A nézőknek pedig, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra!